Jó reggelt mindannyiótoknak! Remélem jól látszom és jól hallatszom, és sajnos ki kell benneteket ábrándítanom. Véletlenül a Gyula linkjével léptem be, mert ő is ugye moderátor ebbe a reggeli tréning terembe, tehát el fogom nektek hozni Gyulát, megígérem, mert beszéltünk, de most érjetek be velem, remélem ez nem lesz annyira most borzasztó nektek, hogy én fogok hozzátok beszélni ma is. Úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlök, és rögtön az első kérdés, hogy tegye fel a kezét őszintén, akit egy pillanatra megérintett ez a videó, amit most az elébe beraktam így indításként. Vagy egy, tudjátok, egy virtuális tízes szoktam ilyenkor kérni, de őszintén tényleg. Nem sírni kell, csak tudjátok, hát most egész éjjel nem aludtam, nem bírtam. Tehát annyira izgatott vagyok, mert több helyről nagyon jó információkat kaptam, és egyszerűen ilyenkor, amikor ráadásul több cégből ugye kapunk jövedelmet, és mindenhonnan azt kapom, hogy fú, ez most jó, ez az irány, ez tökéletes. A támadást nem is kaptam, képzeljétek el, az elmúlt nap, tehát tegnap, hanem folyamatosan ilyen pozitív megerősítéseket, szponzorvonaltól, szinte minden cégben, ahol benne vagyok, és meglepődtem, és mondták a szponzoraim, hogy na figyelj, most egyetértünk veled, ez az irány az, ami jó, ezt kell csinálni, és hát így most így örül a szívem, nem tudom, nektek ez jó-e. És nem aludtam így olyan kb. Egy óra óta vagyok fönt, lehet, hogy egy kicsit ilyen illuminált is vagyok, és folyamatosan ugye jegyzetelek, áttörések sorozatán mentem keresztül, és ma adni szeretnék egy ajándékot nektek, és remélem, mire véget ér a 9 óra így tréning, tehát 10 órakor, már úgy tudtok innen hazamenni, illetve otthon vagytok egyébként, hogy előre tud menni az életed. Azért mondom, hogy az életed, mert ez egy kicsit magasabb szint szerintem, mint hogy azt mondom, hogy hát most előrébb megy az üzleted. Az egész üzlet egy élet, vagy az egész életünk egy üzlet, nem? Folyamatosan meg kell felelned valakinek, folyamatosan ugye igazgatod a dolgokat, és amikor kikerülsz ebből a mókus kerékből, akkor elkezded te rendezni az életedet, te leszel a rendező, észreveszed, hogy köréd épül az életed, és innentől kezdve úgy ilyen szabadságérzeted kezd el lenni. Na most, hogy hogyan lehet ezt elérni, ezzel akarok egy picit így megmutatni, hogy szerintem ez hogy van. Természetesen ezt mindig kritikus szemmel nézd, azt mutatom, amit én tapasztaltam. Az lehet, hogy neked pont nem így fog ebbe a formába érvényesülni, de általában ugye azt mondja Dave, hogy úgy, ha követed a lépéseket és átkonvertálod a te életformádra, akkor tulajdonképpen hasonló az eredmény. Tehát mindig modellezni kell, megtanulni. Ugyanezt hallottam most az éjjel, voltam fönn egy ilyen Tony Robbins előadáson. Ott is azt mondta Tony, hogy ahogy figyeli a különböző emberkéket, ugye coachingolja őket, a tanácsokat, és általában mindig valakinek a példáját veszi elő. Próbál olyan kérdéseket feltenni az embereknek, amivel ők felébrednek, és tulajdonképpen így a lépésekre ráteszi az embereket, de úgy teszi rá ilyen alázattal, hogy olyan ez, mint egy ilyen mész föl egy ilyen lépcsőn, mondjuk egy reptéren, de van mozgó lépcső is, és úgy tudod, oda terelgeted így az emberedet, így a mozgó lépcsőre, hogy gyorsabban, könnyebben föl tudja menni, hát valaki meg úgy erőködve, de fölszalad a lépcsőn. Neked is ugyanez a feladat, azt mondja Tony Robbins, hogy ugye rá kell ébreszteni az embereket, hogy ők mit csinálnak. Na, szóval ha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan tudnátok, én azt mondanám, hogy gyorsan elérni eredményeket, akkor írjatok be egy tízest, és úgy végigvezetlek benneteket ezen a folyamaton. Nagyon nagy felismeréseket fogtok tapasztalni, legalábbis remélem, mert én ezeket a felismeréseket kaptam. Ugye jó bő két, majdnem 3 éve teszteltem a rendszert, úgyhogy teszteltem, tehát tanultam, akkor rögtön leteszteltem másnap, amit éjjel tanultam, akkor utána, ha az úgy jó volt, akkor tovább mutattam, hogy kell ezt csinálni, és akkor így kialakult egy ilyen folyamat. Na most mindig az a kérdés, hogy te a folyamatban
mennyire akarsz részt venni. Mert ha te nem akarsz részt venni a folyamatban, tehát most esetleg úgy ülsz itt, hogy lehet, hogy csak be vagy jelentkezve, de nem is vagy itt. Azért szoktam egyébként ilyen csalafintán mondani, hogy írj már be egy tízes, mert körülbelül látom, hogy körülbelül látom, hogy ki az, aki kommunikál, és aki beírja a tízeseket, meg úgy az itt van. Aki meg nem, az még csak úgy nézzétek meg, hogy kik szokták beírni a tízeseket. Akkor most lehet, hogy egy kicsit behúztalak a csőbe, mert ez videóra megy, és akkor látni fogod, hogy hát lehet, hogy én nem is írtam be, ott se voltam. Most ez természetesen nem kötelező, csak az a lényeg ennek az egésznek, hogy te hogyan állsz az egyébként hozzá. Jim Rohn is azt mondta, hogy így mondta Jim Rohn, mindjárt idézek nektek, hogy a hozzáállás nem minden, hanem minden a hozzáállás. Így mondta ilyen szavakat. A hozzáállás nem minden, hanem minden a hozzáállástól függ. Ilyen furcsán fogalmaz Jim. Imádtam a Jim Rohn-t. Most akár hozom hozzátok egyébként, mert most kaptam egy csomó Jim Rohn anyagot. Tehát csak így mondom, így szösszenetként. Na, szóval, ki az, aki gyorsan akarna itt eredményt elérni, és pénzt, ugye, és akkor gyorsan ki tud fizetni a dolgokat, meg elérd az álmaidat. Ugye mindig ez a kereszt kérdés. És hát ugye, ha vizsgáljuk a sikeres embereket, és most vizsgáld magadat, mert remélem, te sikeresnek tartod magad, akkor nézd meg, hogy az elmúlt 90 napban milyen volt a hozzáállásod, milyen volt a negatív dolgokhoz is, meg a pozitív dolgokhoz is a hozzáállásod, mit cselekedtél, hogyan viszonyultál dolgokhoz, mert most jelen pillanatban ott vagy, ahol 90 nappal ezelőtt eldöntötted, hogy te most hol fogsz lenni. Tehát abban a pillanatban most, ahol te vagy, ott vagy jó helyen, mert a döntéseid sorozatán keresztül ide jutottál. Ki az, aki egyetért velem ebben, hogy most ott vagy, amit ugye eldöntöttél minimum 90 nap alatt, hát még messzebbről is voltak döntéseid, de úgy így most ne szaladjunk csak így 3 hónapra így vissza az időbe, csak vizsgáld meg. És akkor most egy őszinte választ kérek. Hanyast adnál magadnak 1-10-ig? Megtettél te mindent? 1-10-ig most írd be, ha bemered. De tényleg őszintén. Milyen volt a hozzáállásod? Minden nap csak megcselekedted azt, amit kellett volna? Na, nézzük. Hát, de őszinte legyen tényleg. Nem baj az, hogyha keveset írsz be. És nézem a beírásokat. Szóval, hát az van, hogy ugye van egy 90 napos program. Az a 90 napos program, amit én ugye lekonvertáltam annak idején, hogyha végigmész rajta, és minden nap megcsinálod azt, amin ott van azon a 90 napon, akkor 90 nap alatt hát minimum azt eléred, amit én elértem, de lehet, hogy jobbat fogsz elérni. Itt mindig attól függ, hogy te most hogy állsz hozzá. Na most ugye az első is írt fel azt, hogy te most jelen pillanatban eldöntötted-e magadban, hogy egy bizonyos network marketing, hogyha lehet ezt így mondani, céggel, és annak az eszközeivel oldod meg a problémádat. Tehát most én főleg azokhoz beszélek, akik valamilyen üzletben most benne vannak, te tudod nagyon jó, hogy melyik üzletben vagy benne, hogy most te ugye eldöntötted-e, hogy szívvel, lélekkel most azt az ügyet képviseled. Na most erre most magadnak adjál, vagy akár ide is írhatsz egy számot, hogy tényleg ott vagy-e, hogy eldöntötted-e. Mert ha ez a cég, amiben te most benne vagy, egy bizonyos olyan tulajdonságot nem ruház rád, hogy ki merj állni, mindenféle támadás, vagy bármilyen, akkor nem tud oda tenni magadat a cégnek a kommunikációja fele. Bármilyen üzletben vagy. Elárulom nektek, hogy én azért találtam ki a 3-as stratégiát, illetve találtuk ki RP-val a 3-as stratégiát, mert már egyszer megszívtuk.
szó szerint kirúgták alólunk a dolgokat. És ugye vannak születő cégek, vannak tőzsgyökeres régi cégek, meg úgy általában vannak cégek, amikbe úgy akkor tudsz kiállni, hogyha az tökéletesen megfelel a te elvárásaidnak. Hú, de egy kicsit körmonfortan fogalmazta. De most azért mondom, hogy egy picit meg kell ezt vizsgáljuk, mert így tudsz majd sikereket elérni. Hát nézd meg most azt a céget, amiben benne vagy, hogy mennyire felel meg neked az elvárásodnak. Ha benne vagy egy születő cégben, vagy inkább úgy mondom, hogy ha benne vagy egy olyan cégben, ami már még régi, régebbi, mint például az NV vagy a Herbalife, akkor mekkora osztályzatot adnál le, hogy ki tudná állni az mellett, hogy most én egy NV-es vagyok, egy Herbalife, vagy Sunrider, tehát tudod, mint már egy régi tőzsdökeres cég, vagy avonos vagy, vagy tudod. Tehát mennyire tudná kiállni. És akkor rögtön közben jön egy olyan dolog, hogy igen, ám, de ezt már sokan csinálják. Biztos, hogy már az NV-t nem lehetne. Úgy jön elő az agyadba, hogy hát oké, az NV az mondjuk régebbi cég, de azt még azért nem tudnám úgy fölvállalni, mert föl tudnám vállalni, de az biztos nem kell már senkinek sem. Ugyanígy vagy esetleg a Herbalife-val, vagy egy régebbi céggel. Tehát itt megint egy kicsit hogy nézd meg, hogy hanyas lenne, hanyast adnál ilyenkor. Vagy benne vagy egy olyan cégben, ami mondjuk már ilyen közép dolgokat megcsinált már, tehát így elhaladt egy olyan kategória, hogy nem esett ki a nagy pixisből, egy csomó gyerekbetegség a végigment, és akkor hát úgy csinálják is, de annyira még nem ismerik, és vagy van már egy ilyen bizonyos biztonságérzeted ezzel a céggel kapcsolatban, elég sokan csinálják már, hát, hogy el tudná jutni emberekhez. Tök jó a dolog, de itt meg mondjuk drágák a termékek. Hogy akkor most akkor hogy van? De úgy drágák a termékek, hogy irreálisan magas áruk, mert egyébként semmi nem drága, csak az emberek fejébe, mert minden annyiba kerül, amennyi megveszik az emberek, tehát ebben nincsen semmi gond, csak a te fejedbe, hogyha benne vagy egy olyan cégben, akkor lehet, hogy most azért nem tudsz kiállni úgy, mert hát úgyse fogják megvenni, jó ez a cucc, de nem veszik meg, mert drága például. Ezt is így vizsgáld meg. Vagy most benne vagy egy olyan cégben, ami most születik. És akkor úgy rengeteg támadás éri, és akkor utána ugye látod, hogy a támadásokat túlélte, és akkor már alig-alig van támadási felület, de még mindig kapja az ívet a cég, meg te is, és akkor még nem működik minden úgy, ami a te elvárásodnak megfelel, és akkor most úgy hanyast adnál úgy, tudod. Most elmondom neked, akárhogy is vizsgálod ezt az egészet, sose lesz 10-es az osztályzatod, de mindig valami ki fog lógni. Drága a termék, nem bírod ezt eladni, vagy mostan nem vagy biztos a cégben, meg egy csomó olyan hülyeség fog előjönni, ami megakadályoz téged a sikerben. Eddig veszitek? Tehát így vágod ezt, mondanák így szlengesen a majkáig. Tehát úgy értitek, amiről így beszélek? Ha ez igen, akkor most azt vizsgáld meg, hogy milyen az érzeted. Milyen az érzeted, ha te most fölvállalod azt, és most figyelj ide, hogy tesztelsz. Tehát ezt azért mondom, hogy soha ne hadd, hogy elmenjen melletted az üzlet, mert nem te tehetsz róla, ha valami ottan elsiklik. Tehát például, mondok egy példát, van egy nagyon jó barátom, azt hiszem a Brokernetnél van, és a Brokernet valami oknál fogva, tehát jó menő cég, mindegy, valahogy úgy meghasalt a dolog, és akkor szerintetek most ki a hibás, aki fölvállalta életét, vérét adta mondjuk a Brokernet miatt, nagyon sok ember ez eljutatta a dolgokat, és most szerintetek ki a hibás? A cég vagy az emberünk? Tudod, a cég vagy az emberünk? Vagy voltál egy olyan cégben benne, mint például az Árpi, hogy úgy életét, vérét adta, 4000 főt fölépített, aztán úgy
úgy kirántották alól a céget. És most melyik a hibás? A cég volt a hibás, szerintetek? Vagy Árpi? Árpink? Vagy hogy annak idején többen benne voltatok az iMovie-ba? Hát akik velem voltatok, hát tudjátok, milyen lelkesen nyomtuk. És tényleg, és életünk, vérünk, és ezt csak így mondták, hogy úgy szavasz cég, úgy eladták a fejünk fölül. Most ki volt a hibás? Most mi voltunk a hibásak? Sokan szegény Hosszú Sanyit, meg a Juhász Attilát, meg a többieket hibáztatták. Szegény Sanyi még szerintem most se heverte ki lelkileg, bár szerintem már igen, de most ki volt a hibás? Most szegény Sanyink, ugye Filvász prezident, vagy esetleg az a cég, aki döntött, és ugye elvitte a dolgokat. Most azért mondom ezeket, mert itt tud egy gát lenni benned, hogy én most azért nem vállalom föl, és akkor mert nem, vagy pedig azt mondod, hogy lesz, ami lesz, engem nem érdekel, hogy ki mit mond, én tesztelek, letesztelem, hogy mi hogyan működik. Ezt használjátok, ezt a szót. Elkezdem az üzletet, megnézem, hogy mi történik. Hát most hogy jövök én ahhoz, hogy mondjuk kritizáljak bármilyen üzletet, ha én nem vagyok benne? Ugye Otokár elmondta, hogy kritizálják a C-osztályos hatalmas merciét, azt mondják, hogy ez nem jó, de nem ütek még benne. Hogy a fiammal múltkor kihallgattunk egy beálltán beszélgetést, hogy milyen szar a BMW-n, és soha nem vennék, hogyha utolsó autó lenne, akkor sem vennék BMW-t. De csak így kacsint egyet, apa, még nem ütek eszek BMW-be szerintem. Nem tudom, érted, amit mondok? Tehát, ha elkezded az üzletet, bármilyen üzletet, basszus, csapja az asztalra, állj ki mellette. És most mondod, hogy figyú, lehet, hogy ez a cég nem jó, lehet, hogy a cég ez jó, nem tudom. Én az biztos, hogy nagyon tetszik. Tök mindegy, melyik cégnél vagy. És én most elkezdtem tesztelni. És akkor szépen erről a teszt sorozatról csinálsz egy 90 napos blogot. Veszitek? Ne azt nézd, hogy most mi lesz a kimenete. Hát ki érdekel? Persze, bízunk minden. Ezért, de nem te fogsz lenni a hibás, mert sokan itt ragadnak le. Tehát egy barátommal ebédeltem, és próbáltam vele egy megértetni, és láttam, hogy úgy nem fogja a dolgokat, hogy áll majd akkor, hogyha minden oké lesz, és még így is tette a kezét. Majd, ha kifizetések is, akkor majd oké leszek. Mondom, basszus ember, hát hogyha mindenhez így állnánk hozzá, most képzeld el, ha van párod, és akkor így tudod, így keresztbe raknál így a kezedet, és akkor mondanád, hogy na figyú, ha majd tradicionális feleség leszel, tudjátok, ez a Berkinek a stílusa, hogy majd akkor feleségül veszlek. Majd akkor, hogyha figyú, majd leviszed a szemetet, amikor én mondom. Meg ugye, hogyha te fiúból vagy, akkor így mondaná az asszony, a leendő asszony, hogy na figyú, hát hogy majd elpakolod az okniaidat. Meg ugye a gatyát nem lesznek szemeszét, meg úgy, hogy akkor minden rendben lesz, meg hozod majd a 7 szemegyű jövedelmet, mert akkor hozzád megyek. Nem tudom, hol lennénk. Nem tudom, értitek, amit akarok mondani. De van egy, úgy hívják ezt egy középút, amikor azt mondod, hogy hát lehet, hogy ez a cég, ez most azt mondják, hogy nem jó, de basszus, én letesztelem. Megnézzük, hogy mi fog történni, és adsz magadnak egy bizonyos időintervallumot. És ami nagyon fontos, azzal kezdesz el főzni, amit van, amivel tudsz dolgozni. És elárulom nektek, hogy sokan keresnek meg hálózatokból, hogy segítsek már különböző dolgok miatt, hogy most segítsek. És akkor mondom, figyelj, ki a szponzorod? Hát akkor mondják, de mi nem fordulsz a szponzorod? Az olyan jó ember, az majd megmutatja, mit kell csinálni. Hát ő se tudja. Hát mondom, figyelj, akkor menjél föntebb addig, amíg meg nem találod azt az emberkét, aki tud neked segíteni. De mondom, tudod mit? Szerintem tök jó a te céged. Tök jó a te terméked. Teszteled te ezt egyáltalán? Így csinálod ezt a tesztet? Hát az mi? Hát mondom, ezzel a terméket fújod? Vagy letelepítettél már magadnak egy programot? Hát úgy van egy standard csomagom. Mondom, ezt tesztelés szerinted? Basszus, nyomjam már oda egy goldot legalább, vagy egy szilvert, azt
nézd már meg, hogy az úgy mennyit fog termelni neked, meg úgy nézd meg az összes tókát, hogy hogy fog történni a folyamat. Ezt te vállald be. Hát majd, ha minden oké lesz, meg majd, majd minden úgy működik, ahogy tudod, ez a ma minden oké, nem mondom, figyelj, szerintem hagyd ezt abba. Hát nincs neked. Figyelj, menj el egy biztos állásba, és kapsz majd 70 ezer forint plusz, mit tudom én mennyit, és akkor az jó lesz, képzeld el. De most akkor oda mész majd a munkahelyedre, és ott is majd, akkor jövök el hozzátok dolgozni, hogyha nem. Majd ők beosztják a te idődet, és felmondják, hogy melyik pócot lehet majd lepakolnod, meg ma mikor mehetsz haza 3 nap múlva, hogyha ezt elvégezted ennyi pénzért. Azért kell ezt tisztába tenni, mert hogyha ez oké, ez így megy, akkor semmi más dolgod nincs, ha gyorsan akarsz pénzt keresni, elkezdesz tesztelni. És ezt így szépen napról napra, hétről hétre megcsinálod. 90 napon keresztül. 90 napon keresztül. És most egy kérdést akarok feltenni, de tényleg őszintén válaszoljatok, mert nem engemet csesztek át, hanem magatokat. Az első kérdés, ki az, aki már blogol? Hát tudjátok mi, hogy van a céged, terméked, elkezdted a teszt folyamatot, és így szépen sorban minden nap így nyomod ki fel a blogokat. Írjad be egy 10-est, aki ezt csinálja. Őszintén. Oké. Ki az, aki bemeri vallani, hogy amikor bevállalt, hogy most 90 napon keresztül blogol, minden nap, 90 napon keresztül, tehát ahány napot már most tesztelték, minden nap, egyetlen egy napot nem hagytál ki, most az írjon be egy 5-öst. Na. Nem látok 5-ösöket. Brigi. Minden nap. Az elmúlt 90 napot kérdezem akkor, ki az, aki bemeri vallani az elmúlt 90 napban, minden nap blogolt, minden nap kétszer, tehát reggel, meg este kitette a Facebookra, és forgalmat generált az oldalára. Az elmúlt 90 napot kérdezem. És azért mondom, mert itt tudsz levizsgálni saját magad előtt. Az első 90 nap az annyira fontos, hogy te el nem hiszed. Mert hogyha a 90 napon keresztül te minden nap megcsináltad a videóidat, minimum egyet, 90 napon keresztül a napi történéseket, a felismeréseidet, ezt megcsináltad, akkor te nyugodtan hátradőlhetsz. Bármi történhet a cégeddel, te nyugodtan hátradőlhetsz, mert nem te leszel a hibás. Soha. Azért, mert te tesztelsz. Tesztelted a dolgokat. Csak nézd meg, hogy 90 napon keresztül nem az a lényeg, hogy te milyen céget képviselsz, hanem az a lényeg, hogy te kit képviselsz. Ugye neked, nekünk nem kell, azért mondom, hogy neked, mert nekünk, én is ezt csinálom, nem a cégeket kell képviselni. Ki az, aki egyetért velem, hogy képvisel a cégedet, ezt mind egy eszközt képviseled. Ezt úgy képzeld el, hogy mész a highway-n, vagy a, hogy hívják ezt, autópályán, tehát mész az autópályán, és azt te döntöd el, hogy ez most Trabanttal teszed meg, Mercedes-et teszed, vagy Toyota-val, vagy Suzuki Swift-tel, vagy tök mindegy, vagy gyalog. Mondjuk gyalog nem mehetsz fel a pályára. De te döntöd el. Senki nem fog azért neked szólni. Lehet, hogy egy páran majd megmosolyognak, hogy mit tudom én, mész egy Trabival, és ugye elzúg melletted egy BMW. Bár nem hiszem, hogy azok nevetni fognak rajta, csak lehet, hogy te úgy gondolod, hogy na, a hülye bömc is elment, ez most majdnem lesodort, de biztos röhögnek rajtam. Tehát itt ugyanez a dolog, hogy te csinálod, leteszteled, és ami a lényeg, a hátad mögött milyen emberek figyelnek téged. Azt mondja Dave Sharp, ha ezt picit így átalakítod így az agyadat, akkor egyszerűen megkönnyebbülsz. Mert föl tudod vállalni magadat, azt mondod, hogy oké, én ez vagyok, tesztelem a dolgokat,
megmutatom, hogy mennyit termel, amit tudom, az irodám, itt tudtam ezt csinálni vele, itt ezt tudtam csinálni vele. Tehát ez egy szépen letesztelgeted. Akkor a végén ide a bökőt, mert tudom, akik ezt csinálják, tapasztalják azt, hogy elkezdik őket követni, és regisztráció jön. A regisztráció meg ugye eladás. Az eladás az pénz, és akkor tulajdonképpen végére értünk majdnem, hogy hogy csinálják pénzt. És akkor most ugye nem láttam olyan sok ötöt az elép. Az azért van, mert te nem gondoltad, azt komolyan aznap lehet. Vagy nem gondoltad, tehát ez a osztályzás a céged, meg a tesztelések folyamán nem gondoltad komolyan az aznapot. Na most azért van egy jó hírem, a sok blog, most lehet, hogy valamelyik lapot kihagytad, most nem akarlak ezért így megsérteni téged, hogy jaj, most ezt kihagytad, én se csinálok minden napon blogot, bár nagyon kevés, amikor én nem csinálok, de az elárulom nektek, hogy az első 90 napom az nagyon durván ott volt, tehát ott minden nap. Sőt, az elmondom, az elmúlt évem, csak nézd meg, hogy hányszor volt olyan, hogy én nem lettem volna reggeli meetingen. Csak azt nézd meg. Tehát ez is egy hozzáállás, hogy én megcsinálom a reggeli tréninget, ami jön ki, a fölismeréseimet osztom meg veletek, és akkor ez hogyan tudom neked tálalni. Tehát én magamra azt mondom nektek, hogy ilyen 8-ast adnék. Mert ugye van nekem is olyan, és ez nem baj, amikor így, hát úgy tudod, hogy nincs kedved. De van olyan nap, amikor 5 blogot megcsinálok, és kinyomom. Ez nem baj, csak az a probléma, amikor mondjuk nem jön az eredmény. És akkor elkezded azt, hogy hát én csinálom, nincs eredmény. De miért nincs eredmény? Azért, mert az az osztályzat, amit te olyankor a cégednek adsz, az átjön belőled. Egyszerűen átjön, és nem fognak hozzá csatlakozni. Például, hogyha mondjuk ér egy negatív dolog, ugye elég sokan ugye, éljük az életünket, és azért nem fenéki tejfel, néha érnek, meg elég sokszor ugye negatív dolgok. De ezt, hogyha felhasználod, hogy ér mondjuk egy negatív dolog a blogodba, akkor ezt úgy tudod profin felhasználni, hogy mit tudom, ért valami a teszt sorozat alatt, egy negatív dolog, de olyan jó nekem most, hogy belebírok valamibe kapaszkodni, hogy lelkileg egyszerűen nem tudnak kimozdítani, mert én döntöm el, hogy egy bizonyos dologra én hogyan reagálok. És ez lehet bármi, párkapcsolat, gyerek, neveléstől kezdve bármi, mert te mész az utadon előre, mindenkinek ugye, tudjátok, megvan a saját kis útja, és hát valaki, mit tudom én, szinkronicitásban van, és akkor találkozik, egy ideig mondjuk együtt vannak, aztán szétválnak, vagy találkozol egy üzlettel, lehet, hogy egy darabig benne vagy, aztán szétválsz, akkor megint találkozol az üzlettel, megint visszajössz. Tehát ez az életnek a folyama. De egy dologban, és ez mindig változik, de egy dolog az így állandónak kell lenni a te hozzáállásodnak, meg ahogy az egészet terelgeted. És egyet ír föl magadnak, hogy nem lehetsz vesztes. Mindig igazad fog lenni, bármilyen döntésed is van, mert azt te döntötted el, és akkor neked igazad van. De mindig az eredmény az, ami végén lesz majd. Tehát nincs is vége tulajdonképpen, mert megint kezdődik valami, de amikor úgy leélted majd az itt megszabott idődet, akkor így gondolj bele, hogy basszus, végig teszteltem én ezt az egészet? Minden egyes olyan eszközt, ami jött felém, azt így ki tudtam használni? Vagy legalábbis úgy mertem belenyúlni dolgokba? Mert lehet, hogy most elment előtted valamilyen üzlet, meg még egy. De azért, mert így csináltad. Ahelyett, hogy így belekapaszkodtál volna valamelyikbe, letesztelted volna, és azt mondtad volna, hogy basszus, ez nem ment. Ez meg úgy néz ki, hogy megy. Meg ez sem ment, nincs ebben semmi gond. De bele fogsz akadni egy olyanba, illetve elmondom neked, hogy rád fog találni egy olyan dolog, és ez mindenbe igaz, a párkapcsolattól kezdve bármibe,
ami azért rendeltetett neked, mert az neked, te tervezted annak idején, amikor megírtad az életed könyvét saját magadnak. Tehát magyarul le kell tesztelni dolgokat. Úgy sok mindent, és alázattal, és tisztelettel, és belecsomagolni egy hatalmas, egy szeretett csomagba. Na most, körülbelül ennyit szerettem volna egy hirtelen így elmondani, egy levegővel, és arra szeretném megnézni a közönségbe, itt van a mi Lillánk, remélem most sikerül behozni, szóltam reggel neki, hogy hát, ha be tudna jönni, mert sokotokat föl fogok majd hívni így reggelente, mert a tesztered itt van, Lilla, csak hangja legyen. Oké? Okay. Szia, van-e hangod? Nézzük már. Na, próbáljuk. Halleluja. Van. Oké. Okay. Oké. Okay. Lilla, elég sok mindent hallottál, remélem, amit most így mondtam. Te is egy ilyen tesztelő ember voltál. Nálad ez hogy csapódott le? Mert ugye elkezdtél most ilyen brutálisan hozni be embereket, regisztráltok, eladtok, hihetetlen fejlődésen mentek keresztül, de nem volt ez mindig így. És hogy jutottál el ebbe a fázisba? Oszd meg velünk, légy szíves! Hát először is azt gondolom, hogy már elég sok idő és elég sok videó van mögöttem ahhoz, hogy egy kicsit elkezdjenek jönni az eredmények. Én igazából áprilisban kezdtem a blogolást, mert ugye akkor hittem el végre a teszt eredmények alapján, hogy működik a Kairosz, és azóta blogolok, de nem minden nap sajnos én sem, illetve most már az utóbbi időben minden nap, de nem volt ez mindig így. Viszont ennek ellenére is most már hát 200 körüli, hát 150-200 közötti a saját videó, ami kiment, és igen, látszanak az eredmények, hogy nagyon sokan rendszeresen nézik a videóimat, egyre többen nézik a videóimat, és követnek. Látszik a weboldal analitikákból, hogy egyre több az új látogató a weboldalon, és hát, hogy valóban fontos az, hogy az emberek lássák, hogy ez nem csak egy pillanatnyi fellángolás, hanem hogy még mindig csinálod, még mindig van mondani valód, és hogy jeleznek vissza, hogy értéket tudok adni a videóimmal. Hát ez az egyik, amit így fontosnak tartottam elmondani, illetve visszatérve arra, amiről itt egész végig szó volt, hogy valóban nagyon sokaknak félelme ez, akik korábban network marketing üzletben voltak, és esetleg a cég megszűnt, hogy talán őket hibáztatják az emberek, és ezért nem mernek belevágni valami újba, és elkezdeni, és megszólítani másokat. És ezzel kapcsolatban is nagyon jó tapasztalataim vannak, ugyanis pár évvel ezelőtt én is voltam egy network marketing üzletben, ahol nem csak mint ajánló vettem részt, hanem ugye webkonferenciákat tartottam, Skype ügyeletet tartottam, és rengetegen megismertek ezen keresztül, és ami nagyon jó érzés, hogy a mostani kairoszos hálózatomnak a 70%-át körülbelül ezek az emberek teszik ki. Tehát nyilván egyébként épesző ember nem is gondolhatja, hogy ha valaki akár ajánlóként, akár alkalmazottként bent van egy cégben, hogy ő a hibás azért, hogyha esetleg bármi történik azzal, és mégis ennek ellenére sokaknak az a félelme, hogy őket fogják hibáztatni. És egészen nagy hálózatépítékről tudok egyébként, akik több, sok ezer fős hálózatokat felépítettek, hogy egyszerűen már azért nem mernek újba vágni, pedig tudják azt, hogyha ha elindulnának, akkor menne és látnak lehetőséget mondjuk akár a Kairóba vagy másba, mert hogy bennük van ez a gát, hogy kihúzták alóluk korábban a céget. És nagyon tetszik ez, amit most Vili mondott, valóban ez a tesztelés dolog, mert hát egyrészt akkor úgymond fedhetetlen is vagy, de nem ez a lényeg benne, hanem hogy te nem ígérsz semmit tulajdonképpen, hanem tesztelsz és megosztasz, tapasztalatokat osztasz meg, és mindenkinek a saját felelőssége az, hogy azok alapján, amit tud tőled, hogyan dönt, és hogy lép tovább. És nem is szabad átvenni a felelősséget szerintem senkitől, és azt ígérni, hogy na hát ez aztán most tuti fix, biztos jó üzlet, mert ez nem dönthetett el, nem is, tehát a cég vezetés helyett nem tehet ígéreteket, csak azt tudod elmondani, amit te tapasztalsz és látsz.
Úgyhogy ez a hozzáállás, ez így nagyon tetszik nekem, amiről a mai napon beszéltünk. Köszönöm. Köszi, Lilla, hogy sikerült bejönnöd. Igen. Egy példát szeretnék nektek mondani. Hogy is mondjam, hogy kezdjétek el, van egy csomó olyan dolog a világban, ami szinte hihetetlen gyorsan működik. Tehát olyan gyorsan, hogy az ember így hanyatlik, úristen, hogy van. Csak mondom a legdurvábbat. Vannak olyan készítmények a világban, illetve módszerek, amik például nagyon gyorsan meggyógyítanak például, én nem szabadna mondani mondjuk rákot. De ilyen 4-5 nap alatt hihetetlen cuccok vannak, 4-5 nap alatt olyan eredményeket csinálnak, ami az embert így hanyat vágja, de nagyon gyorsan. Vagy olyan dolgok, törvények dőlnek meg, ami például Einsteinnek több elmélete megdőlt, nem tudom, tudjátok-e, vagy maga az evolúciónak a dolgai dőlnek meg is. És ami, mit tudom én, egy pár éve még igaznak tűnt, most kívánja, az nem is úgy van. Akár a molekulákat, hogy melyik van a legkisebb részecske, ezt leírták már, vagy 60-szor megdőlt már, akár csak a múlt évben. És azt most így nem akarom így sorolni. De most azt miért mondom nektek? Több cég van a világon, ami nagyon komoly gyógyhatású készítményekkel bír. De nem lehet azt mondani, azt sugallani, hogy azok gyógyítanak. Például nagyon sokszor mondjuk följelentették annak idején a Foreveres barátainkat azért, mert hát ők annyira lelkesek voltak, hogy elmondták, hogy milyen sok embernek ugye a gyomorfekély erőt az ő aloe verájuktól, és ugye kihoztak egy olyan szabványt, hogy nem mondhatják, hogy gyógyítanak. Ugyanezt tapasztaltuk a Herbalife-nál is, hogy nagyon sok embernek, akinek ugye lefogyta azt a 40-50 kilóját, egyszerűen a vércukor szintje beállt. De nem mondhattuk azt, meg nem is lehet mondani, hogy az, mit tudom én, meggyógyítja a cukorbetegséget. Bár rengetegen tudtuk, hogy egyszerűen ez okozta. Vagy nekem is volt olyan betegsége, nem is egy, ami meggyógyult. Volt olyan Nobel-díjas orvos, képzeljétek el, hogy kiállt, tudta, hogy mi fog következni, egy NASA kutató orvosról van szó, kiállt és azt mondta, hogy igenis, én ezekkel a termékekkel gyógyítok. És abban a pillanatban repült a cégtől, de ő fölvállalta. De most miért mondom ezt nektek? Azért, mert nem azt kell kommunikálni, ami majd fog jönni, mert nem fogják az emberek elhinni, hanem azt, amit te tapasztalsz, azt mondhatod. Tehát én nem mondhatnám például Lillának, hogy mit tudom, szedjen valamit, és akkor majd rendben jön és meggyógyul. De én mondhatom magamról, hogy igenis, én meggyógyultam egy krónikus ilyen ízületi gyulladást. De nézzétek meg, így néz ki, egy olyan, ami gyógyíthatatlan. De már nem merevek, csúnyák az ujjaim, ilyen lazák az ízületeim. Én megmondhatom magam, hogy meggyógyultam. Köszönöm szépen, jó vagyok, ez egy PCP. Ez gyógyíthatatlan betegség. Egy csomó ilyen hülye betegséget föl tudnék nektek sorolni. De te ugyanúgy, mondjuk benne vagy a Kairosban, most vegyük ezt, te nem mondhatod, hogy a Kairos mondjuk egy befektetési cég. Hogy jönnél te ehhez? De mondhatod azt, hogy én kipróbáltam, leteszteltem X mennyiségű csomag vásárlása, aztán nekem így bejött. Tehát én ezt mondhatom magamról, mert ez az igazság. Tehát most azért mondom, hogy kommunikáció a 90 nap alatt nagyon fontos, hogy azt kell leírni, ami nálad le van tesztelve, ezt akarom kihozni belőle. Le kell tesztelni, nem tudom, most átmegye az, hogy mit akarok sugallani, mert ebben nem lehet belekötni. Nem lehet belekötni, hogy megetted, megittad, fújtad, kented, jobban lettél, nem lehet belekötni abba, hogy te kipróbáltál dolgokat, itt van például ez a hidrogénperoxid, szuper immunrendszer erősítést lehet vele csinálni, ha jól alkalmazod, tehát csókolom, eltűnik egy csomó dolog belőled. A szóda bikarbonát biztos ismeritek, vagy olyan só, ami tényleg só, nem csak ez a műsó, meg aztán mondhatnék bármit.
Tehát, hogyha te tesztelsz, teszteled a cégednek a cuccait, akkor te ezt le tudod kommunikálni 90 nap alatt ütősen. Ezt hívja ütősen. És ezt megcsinálod, akkor természetesen az első 90 nap is egy teszteredmény, amitől majd eszedbe jut, hogy hát azért ezt jobban kéne csinálni, mert ez az első teszted. De a következő 90 nap, mert nagy az itt, hogy majd vége lesz, akkor az már jobb lesz, mint az első 90 nap. A harmadik 90 nap, attól meg el fogsz ájulni, de mi mindig egy éven belül vagyunk. És ha te komolyan veszed ezeket a 90 napokat, és azt ajánlom mindenkinek, most kezd el újra a 90 napot. Most, azt mondom, eddig ez volt, ezt így összesűríted, csinálsz róla egy blogot, és akkor most kezdődik ma az első 90 nap, első napja, eddig ezt éltem meg itt, ez tök jó, de most itt vagyok, most tesztelem tovább, jó, hát most már nem standard csomaggal, hanem egy gold csomaggal. Jó napot kívánok, ez tök jó működik, és elkezded így ezt írni. Amikor megáll a számláló, akkor leírod. Ma karbantartás volt az irodába, megállt a számlálunk, hát mit csináljunk? Hát az történt, hogy és akkor leírod. Akkor, mit tudom én, nem értük el Angliába a szervert. Akkor nem az van, hogy így magadban roskadsz, és egyre hülye ez a Kairos, hanem milyen rendes ez a Székely András, ha megcsinált egy olyan programot, amivel el tudjuk érni az irodát, tökéletesen tudunk mindent csinálni, és akkor az mennyire jó. Meg állandóan mindig a megoldásokat így letesztelve leírod. Mit tudom én, a kifizetés most nem olyan volt az elmúlt időben, mint kellett volna, de most dolgoznak titiri, és most elindult a kifizetés például, vagy akár. Aztán utána leírod azt, ami van. Nem azt kell leírni, hogy a rózsaszínkőt, hogy jaj, hát gyere be itt minden izé. Hát képzeljétek el, hogy én a Herbalife-nál mindenki mindig azt írtam volna le, hogy jaj, hát mindenki lefogy. Nem. Csak az fogy le, aki le is akar fogyni. Mert igenis, aki alkalmazza a programot, és rosszul, akkor azt a rossz tesztet fogja csinálni, és rossz lesznek az eredmények. Ez mindenhol így van. Nálad van egy ilyen tapasztalat, Lilla, hogy ezzel tudsz-e valamit mondani, gondolom. Adom a hangodat. Igen. Nagyon is tudok. Kapásból az ugrott be, hogy hát, hogy igen, nagyon mennyire nem mindegy, hogy egy bizonyos helyzetet hogy kommunikálunk le. És ugye rögtön itt a párhuzam nekem nagyon sokszor a Waldorf iskolával kapcsolatban jön, mert ott is tulajdonképpen egy nagyon tudatos kommunikációval az első pillanattól kezdve, amikor még semmi nem volt, kifele úgy látszott, mintha már lenne egy kész iskola, tehát mintha már meg lenne. Na most ezt nem úgy gondoljátok, hogy össze-vissza hazudoztunk, tehát én semmi olyat nem állítottam, vagy nem mondtam, ami ne lett volna igaz. Csupán mindig a pozitív dolgokra, az előre lépésekre helyeztük ki a hangsúlyt, és azt úgy tálaltam, hogy tulajdonképpen emiatt megjött az elvárás azzal kapcsolatban, hogy ez meg is valósuljon, és be is vonzottuk azokat a dolgokat, amivel miatt ezt meg tudtuk valósítani. Tehát igazából egy egész közösségnek én azt gondolom, hogy a rezgés szintjét emeltük. És azért nagyon nem mindegy, hogy itt a csapatban is, a Kairosban, hogy amikor bármi történik, azt hogy reagáljuk le, és én nagyon-nagyon szomorú vagyok mindig, amikor ilyen negatív dolgokat írnak be, ráadásul sokszor, aki beírja, utána aztán megnyugszik, és már teljesen más, hogy viszonyul ő is a dolgokhoz, mert hogy ezzel lehúzzuk egymást, viszont amiről az előbb Vili beszélt, hogy mondjuk, ahogy ő mondta, hogy úgy kellene reagálnunk a dolgokat, azzal ugye tudnánk az egész társaságnak az energiaszintjét emelni, és azt gondolom, hogy arra is hatással tudunk egyébként ezáltal lenni, hogy valóban előbb jöjjön meg a megoldás, és hogy előbb rendeződjenek a dolgok. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, igen, ezeket a dolgokat én is. Igen, közben reagálnék, de nehogy végig megszért, hogy én abszolút nem rád gondoltam. Gondoltam, hogy csak te vagy Angliából, tehát rengetegen vannak, és például ez a történet. Te például példamutatóan reagáltad le a dolgot, én most nem rád értettem, hanem voltak olyanok, akik ugye szitkozottak, hogy hát nem indul el a dolog. És aztán kiderült, hogy ez nem is a cégnek volt a hibája, hanem az internet szolgáltató, meg volt egy csomó más, most ebben nem megyek bele, de a lényeg az, hogy ez is beletartozik a teszteredménybe. Például, hogyha valaki mondjuk fogyást csinál, azért mondom mindig a fogyást, mert ugye sokáig foglalkoztam vele, meg most is,
ott nagyon jó kirajzolódik ez, hogy sokszor szitták a céget, hogy biztos, hogy ezek nem jók, meg a különböző is a B-vitaminoktól még éhesebb leszek, holott mindig kiderült, hogy az embernek a hozzáállása az volt rossz. És ott is azt csináltuk, hogy amikor valakinek nem működött a dolog, akkor azért van a vevőgondozás egyébként, és leültünk vele, és akkor megkérdeztük, hogy figyú, most letesztelted a terméket, meg az életformát, most írjuk össze, hogy mik a tapasztalataid. És akkor kiderült mindig, hogy hát igen, nem ittam elég folyadékot, ráettem, blablabla, tehát mindig kiderült, hogy a turpis az nem a cég volt, meg a termék, hanem az ember, aki ugye hozzáállt. Na most, hogyha itt ezt tudatosítani tudtuk az embereknél, és nagyon sokszor is sikerült, akkor rávilágítottuk, hogy oké, most ez eddig tartott, most kezdjük újra, tudod, újra tervezi GPS. Elkezdjük újra, és akkor most már tudod, hogy mi van akkor, ha nem jól tartod be a dolgokat, és most kezdjük el, és majd most jó lesz. A Mark Hughes az mindig azt mondta, az mindenre azt mondta, hogy nagyszerű. Igen, jó csináltad. A program szerint mentél, csak nem a fogyókúra programot követted, hanem a hízó programot. Tehát a Mark az nagyon jó megmagyarázta ezt. Soha nem láttam negatívnak a Markot, ugye a Mark Hughesról van szó. Itt is ugyanígy, hogy jönnek a támadások, hogy így is, úgy is, és persze. Most úgy néz ki, hogy ez a dolog, ez most nem jó. Igazad van. De mit tudunk csinálni? Teszteljük tovább. És innentől kezdve, ha azokat a lépéseket megtesszük, akkor az adott lépéseknek megfelelően jön hozzád a pénz, vagy ebbe elcsúszik. Most erről nem akarok kitérni, mert ugye most lehet, hogy ott ülsz a kamera túloldalán, és mit papolsz itt? Tehát nekem azonnal kell pénzt például. Hát ha azonnal kell pénzt, akkor megkérdezd a szponzorot, hogy mit csinálj, mert azonnal tudsz csinálni pénzt. Azonnal, abban a pillanatban. Itt letesztelődik a te hozzáállásod is, mert például sokszor mondom azt, hogy regisztráljatok, és akkor lesz gyorsan pénz. Ja, hát én nem regisztrálok, mert most hogy nézesz ki? Nekem most az. Most, jelen pillanatban, abban tudsz főzni, ami van például. És akkor megcsinálod. És bármilyen furcsa, képzeld el, hogy egyszer csak így jön egy ilyen kérés, hogy figyó, én most itt szeretnék regisztrálni. Nekem tegnap volt ilyen 4. Képzeljétek el 4. Fölhív egy olyan srác, aki már nézi egy jó 3-4 hónapja a videóimat, kiderült, hogy Csongrádi, de valahol a franc tudja, hol lakik, valahol Angliában. Aztán mondta, hogy akkor elindítaná a családba, azt mondja, így számogat, és két szívvel, akkor megcsinálja az asszisztantot, így elkezdett. De csak azért, mert én kiküldtem az univerzumba, hogy oké, most meg kell venni a Dancséknak egy jó kis ülőgarnitúrát, amihez ilyen elég frankó árban van, hogyan lehetne ez? Mi le? Access-t. Ugye a palacska adrát alkalmazva. Ha nem, ez működik folyamatosan. Csak az a baj, hogy lehet, hogy ezt se hiszed el. Ott vagy ebben az állásformában, és akkor tudod is, ezt küldött ki az univerzumba. És a vonzás törvény az működik, frankom. Megkérdezzük a Lillát, hogy nálad volt-e Lilla ilyen? Nálam is volt, nincs ebben gond. Csak mi lett az eredmény? Nálad volt-e, tudod, ez a dulifuli hozzáállás? Adom a hangot. Hát igen, néha én is belesüppedek ebbe, de nagyon rövid ideig tart, mert tudom, hogy akkor kezdenek jó irányba menni a dolgok, hogyha bármilyen módon, de valahogy elérjem, hogy jól érezzem magam, és aztán ezt így nagyon sokszor tudatosan teszek is ezért, és hamar kijövök belőle, de pontosan azért, mert tudom, hogy az nem visz sehova, tehát az bezár, és aztán onnan minél tovább tart, annál nehezebb jönni. És még picit szeretnék visszautalni, ha már újra szót kaptam, mert nem szeretném, hogy bárki megsértődne, hogy itt most nem arról beszéltem az előbb, hogy tényleg, hogy ilyen rózsaszín ködbe legyünk, meg hogy nem lehet sohasem negatívat leírni, tehát nem szeretném, mert így félreértenétek, hanem amikor már valami mondjuk 2-3-szor be van írva, és akkor még én is odaírom 4-szer, meg 5-szer is, meg el se olvasom a kommunikációt, és rákérdeztem, és erősítem ezeket a negatív dolgokat, aminek a megoldása már folyamatban van, tehát én inkább ilyesmikre gondoltam. És meg ami egyébként még szokott nekem segíteni,
akkor is, amikor akár ilyen helyzetben bosszantanám magamat, az, hogy leveszem a figyelmemet róla, és elkezdek teljesen más dologgal foglalkozni, és akkor amíg ez folyamatban van, addig aztán úgyis megjön a megoldás. Nekem ezek szoktak segíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, Lilla. És akkor a végére hagytam egy igazi megoldást, ami szerintem ez nagyon jó. Aztán majd oda teszed, ahol akarod. És megint vissza kell térnem a hármas stratégiára. Megvan a hármas stratégia oldalad, megvannak a cégek, amiket ugye képviselsz, ugye egy vagy kettőt, vagy tehát ezt tudod, hogy mi a hármas stratégia. És elmondom, hogy én mit csináltam. Ugye elindultunk a Kairosszal, egy elég jó utat futottunk be, és ugye voltak ott is jó napok, rossz napok, tehát ilyen hullámvölgyek, de folyamatosan így megy fel, tehát rengeteg regisztráció, tehát csak ebben a hónapban 54 regisztrációnál tartunk is, 20-a van, körülbelül, nem is, 19-a van, ez egy jó arány, nem? És itt ugye, amikor voltak ezek a úgynevezett támadások a bloggerekkel kapcsolatban, akkor én így néztem, hogy mit tudok csinálni. Elkezdek így védekezni, hogy hát ez nem így van, meg így föltornázom ott magamat, meg fölhercelem esetleg én is, és sokan ezt csinálták is, és lukra futottak. Vagy pedig azt mondom, hogy alkalmazom a fókuszálás törvényét, ezt tudod nagyon jó, hogy aminek energiát adsz, az felerősödik. Amiről leveszed a figyelmedet, az meg így ellaposodik. És ilyenkor azt kell csinálni, én azt csináltam, hogy nem mentem bele ilyen harcokba, hanem azt mondtam, hogy jó, most jelen pillanatban, amire nincsen ráhatásom, most ezzel nem tudok mit csinálni, tehát szépen megoldódnak a dolgok, ott most ezt nem tudok bele nyúlni, viszont úgy néz ki, hogy a platform, amivel dolgozunk, ugye a ProRevelinch, nagyon sok embernek meg fogja oldani a problémáját. És biztos észrevettétek, hogy elkezdtem nagyon erősen ez irányba fókuszálni, kommunikálni. Igazán nem kommunikáltam a Kairosra, hanem elkezdtem a ProRevelinch-ről kommunikálni, nem azért, mint hogy nem lenne volna a Kairosra, hogy valami baj lenne, csak egyszerűen most, ha nincs ráhatásom, mi a francot erőködjek. A videóim alapján, amit már rengeteget ugye megcsináltam, úgyis tudják az emberek, hogy ezt miért csinál, meg a tesztek azért úgy mennek. De elkezdtem a fókuszt rátenni a középső részre, a ProRevelinch-re. Mi történt? Hát ugye ez le van így könyvelve. Egyszerűen hozzám csapódtak emberek. Ott találtam meg, hozzám csapódott a Nájparat Attila, ugye, akkor a Hábel Judit most talált ránk ugye vissza. Hogyha itt vagy, Judit, esetleg éve egy tízest, ugye nem én kerestelek meg, te kerestél bennünket ugye az iringon keresztül. Meg egy csomótokat most jött be a rendszerbe. De miért? Azért, mert áttettem a fókuszt. Egy-két Herbalife blogot is kiraktam. Mi történt? Opa, most kiestem. Egy pillanat, visszajövök. Bocsássatok meg. Hallottak? Ötöst kérek szépen, ha itt vagyok. Egy ötöst kérek. Jó, oké. Valószínűleg Lilla megnyomta a gombot. Tehát az a lényeg, átvittem a fókuszt. Kitettem egy pár blogot a Herbalife-val kapcsolatba, és megindultak a Herbalife-tól is a megkeresések. A Cili például akkor talált rám. Tehát amire ráteszed a fókuszt, az fog kinyílni. Amiről meg leveszed, az meg el fog laposodni. És a teszt eredmények azt igazolják, hogy jó döntés volt. Ahogy megjönnek a teszt eredmények alapján, ugye most már Kairosznál a dolgok, minden úgy működik, ahogy ugye elvárható, elindítunk egy baromi nagy kampányt. Egy olyan kampányt, hogy akkor elkezdjük egy kicsit magasabb szinten kommunikálni a Kairoszt. Mi fog történni? Még többen fognak csatlakozni. Mi fog történni? Meg fogják látni sokan, hogy hát mégse igaz, amit sok hülye blogger írt, és elkezdődnek a regisztrációk még gyorsabban a Kairosznál. Tehát ráviszük a fókuszt. De ezzel tudsz te is játszani. Tehát nézd meg, azért mondom mindig nektek a hármas stratégiát, mert nyugodtan fogsz tudni aludni, mert biztonságot fog neked adni. Mert több helyről kapod a pénzedet. Úgyhogy ez a 90 napnak az üzenete, hogy most akárhol is, akármilyen fázisban is vagy, ha rám hallgatsz, most indulj el a 90 napba.
Jó, ez eddig volt, de most elkezdem újra a 90 napot is. Csinálsz egy jó videót, aláírod, hogy mi folyik a videóba, cselekvése felszólítás, nyomod ki reggel, este a Facebookra, és lásd csodát. Ne higgy nekem, tehát mindent kérdőjelezd meg, és aztán meg fogod látni, hogy megtörténnek az áttörések, a csodák. Oké. Jó. Oké. Na, holnap találkozunk, nézem, milyen nap van, szerdapok, csütörtök, holnap találkozunk, megint hozok vendéget hozzátok, és akkor osszuk meg egymással a tapasztalatokat. A teremtő erő legyen veletek, és akkor találkozunk holnap ugyanebben az időben. Sziasztok! Szia, Nyisztor Vilmos vagyok, és üdvözöllek a hármas stratégia oldalon. Hogy mi is a hármas stratégia? Nagyon egyszerű. Biztos benne vagy valamilyen network marketing cégben. Szeretnéd ezt kivinni online, csak esetleg nem tudod, hogy hogy. És hogy míg a tanulod, hogy hogyan kell kivinni online az internetre az üzletedet, keresel pénzt. Nagyon egyszerű, de elmagyarázom még egyszer egy picit részletesebben. Biztos találkoztál már azzal a problémával, hogy beléptél egy network marketing cégbe, és hát ugye megetted, megittad, vagy fújtad magadra a termékeket, vagy valamilyen pénzügyi konstrukcióval találkoztál, amivel megtetszett, és hát nagyon jó érezted magad ebben az üzletben, ugye használod a termékeket, viszont el szeretnéd adni, illetve szeretnél esetleg hálózatot építeni. És hát ugye mindenkit megszólítasz vele, hogy milyen jó kis üzletben vagy, szóval mindenki ilyen furcsán néz rád, hogy úristen, biztos megbolondultál, megint valami szektába léptél be, nem tudom, ismerős ez a dolog. Hát hogyha el akarod kerülni ezt, hogy esetleg így nézzenek rád, akkor érdemes ezt megtanulni, hogy hogyan kell megközelíteni az embereket, hogyan kell megmutatni az üzletedet, de nekünk van egy olyan filozófiánk, hogy mi lenne, ha nem te mennél a vevők után, hanem téged keresnének, nálad lobogtatnák a bankkártyát, hogy jó napot kívánok, én vagyok a vásárló, szeretnék beregisztrálni. Ugye jól hangzik. Mikor én először találkoztam ezzel a módszerrel, én is így fölcsillant a szem, és azt mondta, hogy nekem ez kell, mert elegem volt abból, hogy mindenfele futkorásszak, és hajkurásszam az én saját cégemben a vásárlókat. És amikor megláttam azt, hogy tényleg ez egy olyan működő rendszer, amit hogyha lépésről lépésre megtanul valaki, akkor egyszerűen jönnek a vásárlók és regisztrálnak, jönnek a regisztráltak, és nem kell igazán tenni érte semmit, hogy becsatlakozzanak a rendszerbe. Túlságosan jól hangzik, ugye? Hát, hogyha ez jól hangzik, és mégis szeretnéd megtanulni, érdemes a második stratégiát alkalmazni, ahol megtanítunk téged egy olyan rendszerre, egy olyan lépésről lépésre módszerre, amit ha alkalmazol, akkor egyszerűen tényleg jönnek a bankkártyás emberek és regisztrálnak hozzád. Hogy még a tanulási folyamatban, a tanulási időszakban is tudjál pénzt keresni, csak akkor, vagy csak azért, mert bekapcsolod a számítógépedet, egyszerűen pénzt kapsz. Túlságosan jó az ajánlat, igaz? És amikor rájöttem erre, akkor egyszerűen felajárkáltam a szobába, pár napig nem aludtam, és hát folyamatosan azon dolgozom, hogy elvigyem én is az emberekhez ezt az üzenetet. De van egy jó hírem, igazán nem kell nagyon futkorásznom az emberek után, mert maguktól regisztrálnak, maguktól akarják ők is a problémájukat ezzel a stratégiai hármassal megoldani. Ugye neked semmi dolgod nincs, csak barangolj ezen a weboldalon, ismerkedj egyelőre a rendszerünkkel, kattingass ide-oda, és hát nézd meg, hogy mi a hármas stratégia. Mi minden nap, illetve én és a csapatom veled leszünk, minden reggel 9 órakor van egy tréningünk, hogyha van kedved, föl tudsz csatlakozni. Ha még nincs időd, akkor megnézed felvételről, de minden nap itt leszünk veled, minden nap mutatjuk, hogy mi, hogy oldottuk meg a problémánkat, hogyan keresünk 6 számjegyű jövedelmet minden hónapban, vagy még többet is néha, hát nem néha, hanem egyre többször. És hogy erre tényleg kíváncsi vagy, és eleged van már a sok parasztvakításból, bocs, hogy én így mondom, csak hogy állandóan hitegetnek, hogy hát így csináld, úgy csináld, meg amúgy csináld, mi úgy mutatjuk meg neked ezt, hogy mi is kint vagyunk a harctéren, mi is ugyanolyan networkerek vagyunk, mint te vagy, és egyszerűen megtaláltuk a megoldást, hogy hogyan tudjanak az emberek hozzánk regisztrálni úgy, hogy közben tanulunk,
és úgy, hogy közben bekapcsoljuk a számítógépet és pénzt keresünk. Ha tetszik az ajánlat, kövessd a weboldalt, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!